köszönjük nektek, akik van itt ülni. Minket választottatok. Libius, mi van a kezeddel? Nagyon praktikusan cigitartónak használod ezt a gipszet. Mi történt? Hát Ördökatlanban a Budapest bárra táncoltunk, aztán jött a Lovasi második száma, a Szilvapácska, Bubamara. Milyen jó szám. Nagyon jó szám, és én sem bírtam már tovább, és gondoltam, hogy ez a jó tánc, ez megy asztalon is. Nem ment. Csak egy darabig. De figyelj, és hogy tudsz így játszani? Csiribú, csiribá. Kicsit melósabb. Úgyhogy ez jó lesz majd, mikor leveszik a gipszet, mert ez egy ficam volt. Akkor majd a jobb kezem az nagyon jattos lesz, a bal meg ilyen vékony. Mégis itt is visszatérő fellépők vagytok, nem az MR2 színpadon? Abszolút, abszolút. Nagyon is szeretjük ezt a helyet. A nagy színpadot is szerettük. Ugye kinőttük először a sátrakat, és akkor fölkerültünk nagy színpadra. Aztán mi végig azt mondtuk a vezetőségnek, hogy ó, de jó lenne, ha lenne pont egy ilyen kedves szabadtéri színpad, ahol azért sokan elférhetnek, tehát nyitva van a dolog, és ez mostanra megvalósult már második éve, azt hiszem, de lehet, hogy rosszat mondom. Úgyhogy mi kimondottan ezt a helyszínt kultiváljuk. Most ilyen színházas sorozatotok is volt, ugye, ahol színházban nem annyira koncertszerű koncert, hanem egy ilyen teátrálisabb dolgot nyomtatok. Koncert az, ez a Quimby Teátrum, aminek az a lényege, hogy ahol a legfinomabb, legérzékenyebb számokat nem lehet eljátszani, ott azokat nem játsszuk el, viszont már nagyon hiányzott egy ilyen színházi leülős környezet. És akkor ide ilyen mikro jeleneteket is bele tudtunk csempészni a bennünk motoszkáló kis színházi ördögöt, a hülyéskedést és a furcsa ilyen sketcheket megvalósíthatjuk, amiket egyébként állandóan csinálunk az öltözőkben, a zenekari buszban.